Hétfőtől a védekezés új szakaszába lép az ország, az élet fokozatosan újraindítható május 4-től, mondta el a csütörtöki kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. A fertőzöttek magas aránya miatt a korlátozások Budapesten és környékén érvényben maradnak, vidéken azonban enyhül a szigor. Május 4-től engedélyezett lesz az éttermek, szállodák, kávézók, kerthelyiségben és teraszokon való nyitvatartása. Itt is a védőtávolság betartását kérjük. Szintén az üzletek időkorlát nélkül tarthatnak nyitva a már előbb említett 9 és dél közötti 65 évesek vásárlására vonatkozó idősáv további fenntartása mellett. A strandok és a szabadtéri fürdők, állatkertek, szabadtéri múzeumok kinyithatnak. Védőtávolsággal megtarthatók a szentmisék, az esküvők és temetések, zárt körű sportesemények. A közegészségügy tehermentesítése érdekében a magánintézményekre vonatkozó korlátozásokat is feloldják. Vas megyében a legalacsonyabb a fertőzöttek száma, eddig mindössze 14 igazoltan koronavírusost regisztráltak. Hogy ez így is maradjon, továbbra is szükség van a lakosság fegyelmezettségére, mondta el híradónknak Nemény András polgármester. Erre hétvégére mondás szerint utoljára kaptunk felhatalmazást arra, hogy hozunk eltérő szigorító intézkedéseket. Én a korábbi intézkedéseket alapvetően fenntartottam. Annyi, hogy a közterületeken, a közparkokban most nem kötelező a maszk használat, viszont minden olyan élethelyzetben, ahol több ember várakozik együtt, ott kell használni a maszkot, valamint a boltokban is a megközlekedésben is kell a hétvégén is használni. A csónakázó tóra, sportligetre, parkerdőre vonatkozó szigorításokat fenntartják, az ezekhez tartozó, valamint az emlékmű, a fedett uszoda, termálfürdő parkolókat zárva tartják, és a városi atlétikai pályák sem használhatók. Az országban május végéig biztosan nem nyitnak ki az óvodák, bölcsödék, iskolák, marad az online oktatás. Az érettségik viszont szigorú óvintézkedések mellett megkezdődnek. Az 500 fős rendezvény korlátozás augusztus 15-éig érvényes, az egész országban továbbra is ingyenes marad a parkolás.